Adásunk elején már tájékozódhattak kedves nézőink a Galgamenti Természetvédő Egyesületről, most azonban műsorunk végéhez közeledve a Gödöllő környéki regionális turisztikai egyesület elnökével beszélgetek. Volt szerencsénk hozzá, hogy elfogadja a meghívásunkat Párna Pál úr. Szeretettel köszöntöm Ön stúdiónkban. Én is nagy szeretettel köszöntöm a stúdió részvevőit és a kedves nézőket. Szeretném megkérdezni, hogy ez az egyesület mikor alakult és kik hozták létre? Pontosan 16 évvel ezelőtt alakult az egyesület, és alapvetően vendéglátósok az alapító tagok, mégpedig abból az elgondolásból, hogy a híres magyar vendéglátásnak, a gasztronómiának az értékeit megőrizve legyen egy egyesület, amely tovább viszi, öregbíti ezt a hírnevet. Hány tagot számlál az egyesület jelen pillanatban? Jelenleg a regisztrált tagunk létszáma 146, és ezt némi büszkeséggel kell megállapítanom, hisz 16 éven keresztül fenntartani egy egyesületet, ahol 10-en alapítottuk, és ma ennyi taggal rendelkezünk, én azt hiszem ez magáért beszél. Nagyon sokrétű az összetétele az egyesület tagságának, ebben vannak önkormányzatok, vannak művelődési házak, vannak vállalkozók, vannak civil szervezetek, nyugdíjasok, diákok, és ahogy a filmen szokták mondani, és sokan mások, tehát nagyon színes összetétele van, és ez olyan szempontból is kiemelkedő és nagyon fontos, hogy a turizmus olyan vertikális információrendszerrel kell, hogy rendelkezzen, ami felöleli az embereknek minden kíváncsiságát, amit egy turista elvár magának egy látogatás során. Visszakanyarodnék egy icipicit a létszámhoz, itt ugye 146-ot említett az úr, viszont azt gondolom, hogyha itt ugye különböző szervezetek is és csoportok is beletartoznak, akkor ez, hogyha a fő tekintetében gondolkozunk, akkor ez több ezer főt is jelenthet. Igen, őszintén megvallva, néha én is elgondolkodok rajta, hogy egyszer utána kéne néznem, hogy egy önkormányzat, vagy egy művelődési ház, vagy egy civil szervezet hány száz, vagy hány ezer embert von maga után ebbe a közösségbe. Én azt hiszem, hogy nem feltétlen fontos ennek utána számolni, a kedves nézők el tudják képzelni ezek után, főleg ha azt is hozzáteszem, hogy a mi munkánk 16 év alatt duzzadt föl annyira, hogy jelenleg 44 települést látunk el Pest megyébe, idegenforgalmi információs rendszerrel. Ez egy csodálatos teljesítmény, azt gondolom, ez alatt az idő alatt. Igen, én is azt hiszem. És ezt az információs rendszert azért is hangsúlyoznám ki kellőképpen, mert ennek van egy olyan, most már évek óta működő adottsága, ahol az internet kapcsolatot helybe minden 44 település önkormányzata, vagy művelődési háza, attól függ, hogy hol kifoglalkozik a témával, saját maga be tud a rendszerbe lépni, és napra készen tudja a programjait betáplálni. És ez megjelenik az interneten keresztül 146 Turinform irodának a honlapján az országban, tehát hogy a futótűzként tudják a programokat napra készen információ készíteni. Ez a nagyszerű dologgal egyébként én is szembesültem, amikor kutakodtam a munkám során az egyesület után, és meglepve tapasztaltam azt, hogy nekem csupán annyi volt a teendőm, hogyha arra voltam kíváncsi, hogy éppen a szülőfalumban Galgahévízen milyen programok lesznek, akkor csak rákattintottam Galgahévízre, és dátum alapján mindent felsorolt nekem, ami már volt, és ami már lesz, elérhetőséggel, részletes programkiírással együtt, és ez csupán egy település a 44-ből. És ha már ide kalandoztunk, akkor beszélgessünk egy kicsit arról, hogy itt a turisztika szempontjából, ugye csodálatos környék, Gödöllő és térsége. Mely sokszínűség az, ami mindezt jellemzi, és ezt hogyan tudja az egyesület ezeket az értékeket magáévá tenni? Ugye itt azért meg kell állapítani egy dolgot, hogy a turizmus két dologból áll. Az egyik az úgynevezett örökölt
turizmus, amit például létrehoztak. Ugye, hagyj említem meg itt azért Grassalkovics urat, aki azon kívül, hogy különböző kastélyokat hozott létre, 33 templomot építette a környéken, és és sokszor szoktam mondani, hogy talán nem építkeztek volna az őseink ilyen dolgokat, nem tudom, hogy mi lenne a turizmussal. Tehát ez az egyik fele a turizmusnak, a másik pedig a napjainkban kialakított turizmus, ami rendezvényekből, egyéb összejövetelekből áll. Ez a kettő teszi ki a turizmust magába. Ezt kell nagyon ügyesen úgy összehozni és egybe komponálni, hogy ez vonzó legyen az ide látogató turista számára. Lényegében nekünk ez a feladatunk. A turisztikai egyesületünket én mindig úgy szoktam nevezni, hogy egy műhely, ami egy kaptár, ami magába szívja és begyűjti azokat a lehetőséget, amiből turizmust lehet, mint olyat kovácsolni, és ahogy ön említette, mi ezt olyan naprakész, elérhető feladatként tárjuk a kedves közönség elé, akik pillanatok alatt tudnak tájékozódni és el tudják dönteni, hogy hova, miért érdemes menni, hova, milyen módon és mit lehet látni, és azért elgondolják a kedves nézők, hogy ez naponta mekkora munkával jár, hogy ezt életbe tartsuk, frissítsük, és ez mindig működőképes legyen. És milyen ez szintű kooperációt igényel? Úgy van. Ez a fő feladatunk. Ez kell, hogy csináljuk, meg ezt csináljuk. Ezen kívül egyébként vannak-e más egyéb saját szervezésű programok a térségben? Igen. Hát, először is, hogy mi a érdekeltséget a térségbe, a helyi önkormányzatokat is be tudjuk vonni a munkánkba, akkor mi minden hónapban nem központban állunk, Gödöllön az irodánk van, ne rendezünk egy összejövetelt, hanem mindig megcélzunk magunknak egy olyan adott területet, ahol úgy érezzük, hogy például az a turisztikai lehetőség egy picikét több is lehetne, mint ami jelenleg működőképes, és akkor megkérjük a polgármester urat, vagy asszonyt, megkérjük a művelési ház vezetőjét, vagy aki éppen elérhető és hadrafogható, csináljunk egy közös rendezvényt, és oda összehívjuk a társaságot, tagjainkat, meghívott vendégeket, netán előadókat, és ott egy picit, hogy úgy mondjam, fölrázzuk a lehetőségeket, hogy lám, itt többet is lehet tenni, mint ami eddig történt, és ez eddig nagyon nagy sikerrel 16 év alatt bejött. Minden hónapban van valahol a térségben kihelyezett rendezvényünk. Meg kell említenem, hogy itt a következő például a vallásturisztikára alapozva, mert ezért hozzá kell tegyem, hogy a világon a vallásturizmus 30%-át teszi ki a turizmusnak. Tehát ez nagyon érdekes arány. Nagyon komoly. Oda kell figyelni a vallásturizmusra, és egyre inkább növekvő a vallásturizmus. És ennek a kapcsán például a Fóti plébániára vagyunk hivatalosak május 16-án, ott lesz egy vallásturisztikai konferencia, ahol még a Váci püspök is részt vesz. Tehát nagyon sokrétű a mi feladatunk. Van egy kiadványunk, amiben szerepel felsorolva, hogy hányféle témával foglalkozik az egyesületünk. Nem akarom az időt most ezzel húzni, hogy mind a 14-et felsoroljam, de csak úgy egy-kettőt szemelvének kiemelek. Például a tallásturizmusról beszéltem, akkor van a lovasturizmus, van a rendezvényturizmus, van a borturizmus, és hagyd ne mondjam tovább, tehát rengeteg ága van a turizmusnak. Én azt szoktam mondani mindig, és nagyon helytálló, nincs olyan ember a világon, aki valamilyen módon a turizmushoznak kötődjön. Az egyik az benne dolgozik a turizmusban, a másik felé pedig élvezi ennek a hasznát, azaz használja a turizmust. Pontosan. Beszélgettünk a rendezvényekről. Az elmúlt 16 év során melyik az a 2-3 olyan rendezvény, amit Pál most kiemelne nekünk? Hát van nekünk egy nagyon kedves szívünkhöz nőtt rendezvényünk, amit elsőként meg kell, hogy említsek. Ezelőtt 6 évvel egy olyan nemzetközi pályázatot nyertünk el,
aminek az volt az egyik követelménye, hogy létre kell hoznunk egy olyan vándorrendezvényt, amely minden évben más-más településen lesz megvalósítva. Mi ezt 6 évvel ezelőtt elkezdtük Gödöllőn. Ennek a neve, igyekeztünk olyat találni, ami valahol hozza a mai magyar adottságot, és mi legyen benne? Hát ugye van 1000 éves múltja, több mint 1000 éves múltja Magyarországnak, és erre büszkéknek kell lennünk. Ezen kívül valamit hozzá kell kapcsolni, olyat, ami ugye nem csak lelkiekbe kell, hogy az ember gazdagodjon, hanem azért a testet is táplálni kell. Mit lehet ehhez hozzátenni? Hát a híres magyar kenyeret, meg a bort. És így adtuk ennek az ünnepségnek egy olyan nevet, hogy kenyér, kultúra és bor ünnep. Ezt még megfűszereztük egy picit azzal, hogy ugye borversenynek is benne kell lenni egy bor ünnepbe, és hogy mindig megelőzi az ünnepséget egy hónappal, egy nagy borversenyt rendezünk. De borverseny rengeteg van az országban. Mitől tegyük érdekessé? Hát kitaláltuk, hogy külön versenyt rendezünk a versenyen belül az egyházi és a világi borok között. Ez érdekes. Meg kell említenem, hogy nagyon meglepődtünk az első évben, mikor ez az első alkalommal ezt megrendeztük, mert nagyon értékes egyházi borok kerültek a versenyre be. Pécsi borpincészet például csodálatos boraival, Pannonhalma csodálatos boraival, egriek, és hogy nem mondjam tovább. Úgyhogy például bizony a világiak hoppon is maradtak egy picit, mert elvitték a legjobb aranyakat az egyházi borok. Tudni kell, hogy ha visszatekintve a történelembe, az egyházi pincészetek voltak a kimagasló pincészetek. Nagyon fontos, hogy ugye gyümölcsből, gyümölcsből készülnek. Úgyhogy ezt az ünnepséget minden évben máshol rendezzük. Gödöllőn indult, Fóton, Mogyoródon, Pécelen, Tóalmáson, most például a mai idei rendezvényünk, már a borverseny megvolt, és nagyon büszkén kell bevallanom, hogy jó szervezés volt ez az év főleg, mert ilyen magas létszámmal még nem neveztek be, 186 bort mintát kaptunk az ország különböző borgazdaságából. Ez gyönyörű, úgyhogy szép óriási felhozatal volt, nem győzték a bírálóbizottság elbírálni a borokat, és nagyon jó borok voltak, főleg a vörös borok. És melyik település ad otthont a rendezvénynek ebben az évben? Most Veresegyház. Veresegyház. A maga az ünnepség pedig július 30-án és július 1-én, szombaton és vasárnap lesz. Kétnapos nagy rendezvény, főleg a vasárnap a súlyos része ennek, ahol az egyesületünk összefogásával, az önkormányzattal együtt, meg az otthoni művelődési házzal együtt, egész napos műsor megy a színpadon, borfelvonulás, borlovagavatás, borszentelés, eredményhirdetés, és hogy úgy mondjam, bor, meg kenyér, meg minden egyéb téma szerepel egész nap, és óriási műsorral együtt, úgyhogy ez reklám is egybe a rendezvény. Mindenkit várnak szeretettel az egyesület tagjai. Mindenképpen. A közelmúltban pedig szintén volt egy nagyszabású rendezvény, méghozzá az Egyesület éves közgyűlése került megrendezésre, április 20-án, ahol egyben egy elég komoly megnyitó műsor is zajlott, ami miről is szólt? Hát ez nálunk mindig nagy ünnep. Egyrészt ilyenkor azért visszatekintünk az egyéves munkánkra. Mit végeztünk, mit tettünk jól, és mit nem. Mert őszintén megvalva az eredmény ne vakítsa el soha az embert, hanem inkább azért tekintünk vissza, hogy mit nem, hogy okuljunk belőle, és megpróbáljunk ennél jobbat tenni a következő évben. A rendezvényünknek 9 éve ad színhelyet a Lázár testvérek, a Lázár Avas Park, és nagyon köszönöm, mert óriási megtiszteltetés és segítség számunkra, hogy ilyen jeles helyen tudjuk a közgyűlésöket megtartani. Természetesen, hogy ennek rangot is kell adni, mert én azt hiszem, aki utolt láthatta, és remélem a
kedves nézők is fogják látni. Hamarosan fogják látni a műsor után. Hogy hát igyekeztünk a környékben lévő olyan művészeket meghívni erre, és hozzá kell egy, én mindig is híve voltam, hogy nem a hivatásos művészeknek kell elsősorban egy ilyen közösségnél ott szerepelni, ott lenni, hanem akik a maguk jó szántából állnak össze, és a hagyományainkat megőrizve jönnek oda, és adják tiszta szívvel, lélekkel azt, amit tudnak. És igyekezzünk mindig a környékben lévő településeknek a együtteseit, énekkarát, táncosait és egyveket meghívni. Hát így került sor most itt például a isaszegi asszonykórusra, akik évek óta járnak hozzánk, vagy van egy nagyon, decemberben volt szerencsém megismerni Aszódon egy nagyon jó kis fúvós zenekart, ami Pécceli tanárokból áll össze. Meghívtuk őket, és örömmel elfogadták a meghívást, szenzációs megnyitót tartottak, és hát a Bangi Bogár együttesről nem is beszélve, akik fergek teljes tánccal. Hát talán mindig el is árultam, és bekonferáltam őket, de remélem, hogy nagyon jó fog szórakozni majd a kedves közönség is rajta. Tehát ezzel a pompás nyitással indult a közgyűlésünk. Itt utána egy picit, hogy úgy mondjam, száraz időszakprogram, elméleti megbeszélés, kötelezettségek. Dolgok vannak, ugye be kell számolni egyrészt ugye arról, hogy mi történt az évben. Ezen kívül pedig, hogy a tagságunk tájékozódva legyen az országos turisztikai témákról is, mindig a minisztériumtól, Turizmus RT-től szoktunk meghívni olyan jeles vezetőket, most egy főosztályvezető volt ott, aki az ország turisztikai feladatát, hogy milyen célok felé haladunk, ezeket ismerteti és elmondja, hogy ne csak tőlünk tudja a kedves tagságunk, hogy milyen feladat vár ránk a következő években, hanem ezt a közvetlen a vezérektől, a vezérkartól is tudják, hogy tulajdonképpen mi van. Mindezeken kívül pedig díjátadásra is sor került a rendezvényen, méghozzá elég nagy színvonalú díjakra. Ugye nálunk fizetett alkalmazott nem sok van, mert elég szűk anyagi keretekből kell gazdálkodnunk. Ugyanakkor, hál' Istennek, nagyon sok olyan lelkes ember van, aki nem nézi, hogy kap-e érte pénzt, tudja, hogy ott neki ott a helye, tagja, elkötelezettje, és érzi. Jönnek segíteni, és csinálják a dolgokat. Ha ez nem volna, akkor mi így töredékét tudnánk megvalósítani annak a programnak, amit célkitűzésként magunk elé kitűzünk, és hát valamilyen módon meg kell köszönni ezeknek az embereknek ezt az igyekezetét. És ezért 8 évvel ezelőtt kitaláltuk, hogy alakítsunk egy díjat, hivatalosan el van fogadtatva, bejegyeztetve, tehát ez nem csak a saját alakításunk, ezt regisztráltattuk, bejegyeztük, ez a Turizmusért díj, Gödöllő környéki turizmusért díj, ez a pontos neve. Tehát aki kimagasló munkát végez az egyesületnél, akkor az egy ilyen díjba részesül. Minden évben 4 díjat adunk ki, az alapszabályunk így szól, ennél többet nem, kevesebbet kiadhatunk, de többet nem adhatunk ki. Nos, büszkén kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 8 év alatt még mind a 4 díjat minden évben ki kellett, hogy adjuk, mert ennyi volt, aki jó dolgozott. Tehát megérdemelten minimum ennyi. Megérdemelten kapták meg. Gondolom, hogy a stáb ott volt a közgyűlésünkön, hogy regisztrálták, fölvették a díjakat is. Nem kell külön ecsetelnem, látja majd a kedves közönség, hogy nagyon szép rangos díjakat adtunk át, úgyhogy erre büszkék vagyunk, és hát ezzel igyekszünk megköszönni, ezen kívül, hogy élő szóval is mindig megköszönjük a munkájukat, akik segítenek nekünk, de ezt gondolom egy örök emlékként elteszik magunknak. Kik voltak azok az idei évben, akik megkapták ezt a díjat? Itt már említettem az adásban, hogy volt egy asszonykórus is a Szegről,
És mi igyekszünk mindig egy ha lehet, akkor egy csoportnak, ahol több ember is van együtt és tevékenykedik, azokat díjazni. Így elsőként az asszonykórus volt, akit a vezetőség úgy döntött, utána később a választmány is megszavazta, hogy jó döntöttünk, és az asszonykórus kapja. Az elmúlt évben Tóalmáson volt megrendezve az a nagy rendezvényünk, amit említettem az adásban, a Kultúra és Bor ünnep, és Tóalmás polgármester asszonya, és az alpolgármester úr olyan aktív szerepet vállalt ennek az ünnepségnek a lebonyolításába, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nélkülük ez a rendezvény nem tudott volna létrejönni, ezért úgy döntöttünk, hogy őket, mind a kettőjüket ezzel a díjjal megjutalmazzuk, és ezúton is köszönöm nekik a jó munkát és a jó hozzáállást. És amit az adásban említettem, hogy van egy vallásturisztikai konferenciánk május 16-án. Zsuzsika a vezetője az ottani kis egyesületüknek, ami vallásturisztikával foglalkozik, és hát ő olyan lelkes 10 éve dolgozik velünk, minden rendezvényen ott van, pedig hozzá kell tegyem, hogy nem kis gondjai vannak, mert először is egy csodálatos 4 gyerekes édesanya, ami magában azt hiszem, hogy akik édesanyák tudják, hogy nem kis gonddal jár. De emellett ugye a plébániai feladatokat is, amit ráról a plébános úr el kell látni, és a vendégekkel való turisztikai foglalkozásnak is eleget kell tenni. Hát úgy gondoltuk, hogy az ő igyekezetét szintén megháláljuk egy ilyen díjjal, úgyhogy ők voltak a díjazottak. Pál, én pedig önnek köszönöm nagyon szépen, hogy itt volt velünk, elfogadta a meghívásunkat, és kedves nézőiket pedig arra kérem, hogy ne menjenek messzire a TV képernyője elől, hiszen Porta magazinunk végeztével megtekinthetik azt a bizonyos megnyitó műsort, amiről itt több mondat már elhangzott, és ízelítőt kaptak belőle. És ha pedig kedvük támad, akkor böngészszék a Turisztikai Egyesület honlapját, az elérhetőséget láthatják képernyőnkön. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és mindezt megosztottam. Én köszönöm, hogy meghívtak. Nagyon szívesen.